a vezérlőben megszólalt a telefon, hát hol volt akkor mobiltelefon? És akkor Esztergályos Károly megkérdezte tőlem, hogy megvárhat-e. kölcsönös volt a szimpátia. És, és a... akkor, hát ez egy izm, és akkor elindult. És akkor, tette valami döbbenetes, hogy egy 20 évvel idősebb férfi, ugye egy 20 éves lánynak, hogy akkor kinyitja az ajtaját az autójának, hogy én beszálljak. És ugye az első gesztusa egy könyv volt. Jó reggelt, jó napot, jó estét, vagy akár jó éjszakát, attól függően ki mikor hallgat, néz minket. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat. Best Podcast, kezdjünk! Radványi Dorottya Ágota a vendége. Kezdjük így. Ráadásul fordított sorrendben. Ágot a Dorottya. Mi talán még emlékszünk arra a személy igazolványra, ami sötét barna lapozgatni kellett, és ott ugye kézzel írták bele az adatokat, és ott a dorottya lett aláhúzva, hogy azt használom. Ez anyám barátnőig vezet vissza, tőle kaptam a Mindkét nevemet. És abban a, abban az ominozus barna személyigazolványban még azt is be kellett iratni, ha valaki elvált, vagy özvegy, a lakcím is benne volt, de hát te akkor még tiszta lappal indultál, mert, mert semmilyen nem volt, nem volt az életedben vállás, ugye? Nem, 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 nem. Ráadásul olyan híres férjed van, Eszter Gályos Károly. Ebbe belevágják ebbe a sztoriba? Mindenbe vágják <laughs> Nem lesz, nem lesz ilyen kronológiai sorrend. Persze, során, persze, persze. Mert nem bírom az ilyeneket, tehát ami az embernek ez. Nyilván, történt. ez egy beszélgetés, Igen, ugyanis. jól látod, jól látod. Hát én huszon... Négy éves voltam, ugye akkor már bemondóként, műsorvezetőként is dolgoztam a tévében is, meg a rádióban is egyszerre, mert azt gondolom, hogy annak együtt nagyon jó lennie a rádiózásnak és a tévézésnek. És akkor éppen egy Miti című ifjúsági sorozatot vezettem Héder Barnával, aztán Geszti Péterrel, és még sokan mások csatlakoztak mellém. és ültem az aulában, ugye ez egy központi hely volt, és volt ott egy hangmérnök kollégám, és mondom, te, és nézd meg ezt az esztergályos károt, ugye 20 évvel idősebb nálam, tehát gondold el egy virágzó kora egy férfinak a mondjuk 44-45 év virágzó. És akkor őt végigment, és a hangmérnök tudomásul vette, hogy nekem tetszik ez a figura, és eltelt pár hét, amikor a miti mitiőknek volt a stúdió felvétele, és a vezérlőben megszólalt a telefon. Hát hol volt akkor mobiltelefon? És akkor Eszter Károly megkérdezte tőlem, hogy megvárhat-e. Akkor kölcsönös <laughs> volt a szimpátia. És, és a... akkor hát ez egy izm, és akkor elindult, és akkor tette valami döbbenetes, hogy egy 20 évvel idősebb férfi, hogy egy 20 éves lánynak, hogy akkor kinyitja az ajt taját az autójának, hogy én beszálljak. És ugye az első gesztusa egy könyv volt. Saját Heirich könyve? novellák. Akkor még csak nem is a saját könyve nem, volt. Nem, akkor rávája. még nem volt saját könyve. Nem volt még akkor? Nem volt saját könyve. Te és akkor még nem is gondolhattad évtizedekkel ezelőtt, hogy mekkora szerencséd van, mert húsz évvel idősebb nálad, de hát én nemrég találkoztam vele, és iszonyatosan jól néz még mindig ki. 83 éves lesz májusban. Igen, igen, Rengeteget gyalogol, szobabiciklizik, de hát azért nézzünk rá Esztergályus Ceciliára, hogy a Cilike a huga, aki 81 éves januárban, és tűzről pattad. Mennyek. És állandóan fellép, és ugratják egymást, minden a felhívják egymást telefonon, hallom már férjem, ugrik valamire, és akkor egymással ott tüzeskednek, és, de hát a legnagyobb rajongással vannak. A harmadik esztergályos gyerekről igen kevés szó esik mindig. Ő egy nagyon konszolidált, gondolom, egy polgári foglalkozást űző orvos nem annyira konszolidált természet, egy vehemens természet, de radiológus, és aki sajnos ebben a csúszós időben elesett mostanában, az nála köt ki előbb-utóbb a magárendelőiben, mert egy tért specialista, tehát a sí szezon és ez az ónos esős időszak esetleg kedvez a foglalkozás. jó. Öff, akkor azért te belecsöppentél egy nagyon olaszos nagy családba. Egy, egy szemgyerek voltál, vagy? Igen. Tehát akkor azért az neked elég furcsa lehetett egy ilyen csendesebb, szolidabb családból az esztergályos családot megélni. Igen, hát azért ott gondolkodnom kellett, vagy legalábbis inkább szoronganom, hogy hogy most hogy is lesz. A Cili óriási szeretettel fogadott, már előre nézett a tévében engem, és akkor mindig a karcsinak a férjemnek adott jelzéseket. Ott én sajnos az anyukájukat már nem ismerhettem meg, tehát a férjemnek egy olyan nehéz időszakában találkoztunk, amikor ő egyrészt az előző házasságával tehát elvált, és aztán pedig az édesanyja meghalt. És nekik az édesanyjuk, a három gyereknek egy óriási kapott volt. Most közben, hogy megengeded, hogy ez beszélgetés és csapongjunk. Nyugodtan. Ez azért érdekes, hogy most mondom, hogy ugye a férjem elváltan került hozzám, hogy az elvált, ugye az előző felesége Deák Krisztina, aki utána hozzáment Málinta Andráshoz. De volt még egy, még egy előző felesége. Vencel Vera. Vera. Na most mind a két előző feleséggel remekül voltam. Mind, tehát a Verával is nagyon szerettük egymást. Amikor a fiam született, akkor egy kis mezei virágcsokorral érkezett. A Kriszta, akinek ugye Bálint Dani egy kicsit előbb született, mint a mi Máté fiunk, mindig a cummi üvegfertőtlenítőt, meg a akkoriban nagy dolog volt, ilyen cuccok. És akkor ő megjelent, és de ami a legviccesebb, hogy nálunk egy karácsony, vagy születésnapok úgy néznek ki, hogy ott ül éppen a napokban de Kriszta, Bálint András, mi, Bálint Dani, Máté, az, és az összes újabb kisgyerek. Azért ez egy nagyon, nagyon kedves és szép karácsony lehet. Tehát irigyésre méltó. Igen, igen, így van. És hát ugye közös unokáink vannak, tehát amikor a Bálint Andrisa találkozunk különböző műsorokban, akkor azonnal megmutatjuk, hogy melyik nekünk a, a, nagy unoka, ugye, aki tulajdonképpen egyikünknek sem édes unokája, de ugye a Karcs és a Kriszta lánya, az Esztergályos Krisztinek a kisfia Artúr, aki most volt tíz éves, és ugye a fiunktól pedig az unokánk Esztergályos Móric, ki három éves. Soha nem akartok ti, akartatok tiválni. Nem volt olyan korszaka az életeteknek, ha nem is válni, de ami nehezebb volt, mert azért, azért nehéz ennyi évtizedet együtt tölteni. Hát igen, a fiam 35 éves, tehát akkor annál egy-kettővel előbb ismerkedtünk meg. Mert... Hát majd 40 éve vagytok együtt. Nehéz azért erről beszélni, mert nem az én ügyem, vagy nem belőlem indult ki, ha hogy elválhattunk volna, hanem a férjem nevében meg nem akarok olyan elváló. értelemben erről mesélni. Volt egy olyan ö, zöggenő, amit aztán én ugye engem váratlanul ért, és ö, tulajdonképpen nem, nem gondoltam, hogy én kilépjek, Ebből a, a helyzetből. Tehát lényeg az, hogy az embernek azért vannak ilyen mélypontok, krízisek, és még sorolhatnám a szinonimákat, tehát hullámvölgyek. De mit tanított neked a krízis? Hogy mindenért ő a hibás? Olja nem, meg? Nem, 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 nem. Inkább a megértést. A megértését helyzeteknek. Hogy esetleg meg kéne újulni, vagy mi az, amiben én nem voltam annyira megfelelő, hogy is kellett volna végcsinálni. Én azt gondolom, azért a házasságok így három-négy évtized alatt sokszor eljutnak olyan pontokig, ahol nehézségek vannak, megjelenik egy másik személy, aki valakinek az érdeklődését kiváltja. És én azt tanultam meg, hogy igen, tulajdonképpen kellenek az állandó ingerek, új ingerek, kihívások, és én ezt a legnagyobb megértéssel veszem tudomásul most. <gül> <gül> Azért ez, <nem gül> Mert ez, nem ez már régebben környék, történt. Persze. De téged nem környékezett meg senki. Csinos vagy, fiatal vagy, jól nézel ki, okos vagy, tehát nagyon dicsérhetlek, és mindenfele jársz a világban, annyi emberre találkozol, akivel, vagy akikkel egy másik ember egy életen át nem. Ezt ugye, hogyha feltesszük ugyanezt a kérdést kolléganőinkkel kapcsolatban, akik éppen most érik a fiatalságukat, nagyon sok ilyennel találkozom, nem hárítom el természetesen a kérdésedet, hanem azt látom, hogy ma már sokkal nehezebb megismerkedni. Ma igen, azt mondják. Sokkal nehebb. Gyönyörű, értelmes, fiatal nők vesznek körül, például bent a, a munkahelyemen, smink, fodrász, műsorvezető és mindenki, és értetlenül nézem ezt a helyzetet. De hogy válaszoljak is a kérdésedre, ugye azért ez egy nagyon zárt világ, az újságírás, a tévé, a rádió, és azért akikkel még találkozunk a beszélgetéseink során, azok a színészektől kezdve. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt voltak nyilván olyan elismerések felém, hogy, hogy lehetne akár ebből valami, de én, én ebben nem mertem lépni. Tehát tulajdonképpen a lájkot, like hogy most már mai kifejezéssel éjek, bezsebeltem, de nem mertem volna én tovább nyitni, vagy, vagy ebből ö, lépni. És én tulajdonképpen a gyerekem születése után teljesen bezárultam. Anya lettél, feleség igen, lettél? Igen, anya, anya lettem, tehát mint aki így, így leeresztette a védőhálót, és azért mutatom ezt a védőhálót, mert egy óriási pulóverekben, ilyen takaróval jártam, de boldog voltam természetesen, hogyha valaki felfigyel rám, vagy... Tehát én, én... Van egy tornatársnőm, aki erre egy nagyon jó kifejezést használ, hogy szóda. <laughs> hát, hogy legyen szóda, tehát legyen valami pesgés, igen. Úgy lépek be a tévébe, hogy azért nekem, hogy, hogy tudom, hogy esetleg annak én tetszem, és esetleg én nekem ő tetszik, de ennél többre nem jutottunk. Ebben igazad van, és én például engem nagyon zavar, amikor egy házaspárnál azt hallom, hogy a férfi meg a nő úgy szólítja egymást, hogy mama vagy anya. Tehát <laughs> igen. ott nekem véget ért a nőiesség, meg a férfiesség. Igen, 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 Tehát lehet, hogy ez a gyerek fele egy jó üzenet, hogy a gyerek szólítsa anyának vagy apának, de egymást így hívni nekem nem tetszik. De ez az én véleményem, aztán mindenki azt csinál, persze, amit akar. Na most az ilyenfajta krízisek azért egy óriási tükröt tartanak az embernek. Tehát én valahogy a krízis után találtam újra a női önmagamra, hogy tehát az ember egy picit akkor úgy magába roskad, de úgy, úgy nézek régi fényképeimet, sokkal több kilóval, kicsit úgy elpuhultan, és nagy ruhákban. Tehát ez, ez ez tipikus anyasság szimbólum, hogy most akkor véded magad, mert te a gyerekedért élsz. Egyébként az ember joggal gondolhatná, nekem is 13 évvel idősebb a férjem, hogy hát mekkora szerencséje van, kapott egy fiatal nőt, tegye össze a két kezét, és akkor ő egyszer nekem azt mondta egy vitánál, hogy te tévedsz, a fiatal az mindig 20 éves. <laughs> Igazából. Te már nem vagy fiatal. Tehát könnyen hátradől az ember, ha idősebb Igen. a férje, hogy hát örüljön neki. Nem Igen, örül Igen. neki mert jönnek a fiatalabbak, Igen, a szebbek, a csinosabbak, a kipihentebbek, tehát az embernek mindig össze kell kapnia magát. Na váltsunk egy kicsit, kicsit más, egy kicsit nehezebbet, mert mondtad, hogy, 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 a Karcsi vagy Károly, nem tudom, hogy hívod. Kárcsi, igen. Karcsi, Karcsi, éppen akkor veszítette el az édes Neked azért az egy nehéz korszakod volt, hát jóval később, évtizedekkel később, amikor te egymás után veszítetted igen. el a szüleidet. Ezt hogy lehet túlélni? Az ember hozzászokik ahhoz, hogy a szülei vannak. Hogy ez micsoda Hihetetlen luxusa az életnek, 60 éves koromig gyerek voltam. Mm. És uh, itt Obudán, ahol ülünk, hát ugye itt zajlott a gyerekkorom, és uh, tehát ez nekem mindig, mindig a szüleimet is jelenti. És hát két éve. Halt meg az apám 90 éves korában. Gyönyörű. Kor. És ez azért döbbenetes, hogy az ember még akkor sem hiszi el, hogy ez bekövetkezhet. És akkor az anyám ő kijelentette, hogy ő tulajdonképpen nem szeretne tovább élni. És feladta. És feladta, de azért igyekezett is a támogatásommal természetesen, de, de aztán mégis föladta, és tulajdonképpen a szervezete, nyilván a tudata is, és egy éjjel elesett, és attól kezdve fél éven át különböző kórházakban volt, és aztán ő is meghalt. És mi lett Radványi Dorottyával ezek után? Hát én a mai napig minden másnap minimum, azon gondolkozom, hogy vajon megtettem-e mindent, amikor ők kórházban voltak, a legsúlyosabb COVID-időkben. Nekem is közben mindenféle egészségügyi problémáim voltak, és szóval ez is egy krízis, de még mekkora krízis. És akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy ugye állandóan kérdéseket teszek fel magamnak, nagyon nehezen tudom úgy elengedni őket, hogy ugye mi, még mindig megvan a lakás, ahol én is felnőttem. 67-ben költöztünk ide Óbudára, tehát a lakás még itt van, és egy, egy kis nyaralót is örököltem, és borzasztó, hogy még mindig ott tartok, hogy én nem, nem tudok ezekkel mit kezdeni, és nem tudok ebben lépni. Én minden héten elmegyek a szüleim lakásában, meglocsolom azt a két virágot, ami ott van, és benne vagyok különböző kerületi divatos zéró Waste hmm. csoportokban, ahol ugye semmi sem haszontalan, és, és mindent ajándékozzunk tovább, és a múltkor keresett valaki egy néninek két szobanövényt, ezen elgondolkodtam, és rájöttem, hogy nem tudom odaadni. Hát akkor még nem tudtad elengedni hát, őket. Igen. Ugyanígy vagyok egy képeslapgyűjteményükkel, amit most nagy nehezen felajánlottam a Képeslapgyűjtők Egyesületének, és levelezek egy hölgyel, Akinek majd odaadom, és megmondom, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon biztonságos helyre fog kerülni. Tehát az, az szüleim élete van benne, az utazásaik. Tehát ez nagyon-nagyon ez nehéz. Az anyámtól örököltem szorongásokat, az anyám annyira szorongott már az élete vége felé, hogy már nem tudott az utcára se kimenni. Tehát olyan stresszben volt, hogy a boltban nem, nem tudott lemenni. De mi volt ennek az oka? Ez egyszerűen szerintem egy szorongásos, akár pánikbetegség, nem tudom, soha nem fordult ezzel orvoshoz, mint hogy az emberek a lelki eredetű problémáikkal szinte soha nem mennek orvoshoz. És akkor én, én ez, ez olyan érdekes, hogy egyszer csak így, így átöröklődnek transzgenerációs. Én is, tehát amióta az anyám meghalt, mintha így örököltem volna, tehát viszem tovább ezt a vonalat, és, és hát igyekszem mondjuk ilyen kis gyógynövényes valamiket így bekapkodni. De te és, sem orvoshoz? Beszélgettem orvossal, az, hogy én, én bármifajta ilyen, ugye nyilván a, a különböző ilyen gyász folyamatokat kéne megoldani. Én az, azt gondolom, hogy én, én mindent igyekszem magam megoldani. Tehát én, én nagyon sokat foglalkozom az orvostudományjal, egyrészt azért, mert egy gyógyszergyárnak vagyok úgy egyik arca, hogy hosszú évek óta folyton megyünk különböző vidéki városokba, vagy Budapesten is, és terjesztjük, ugye, hogy a megelőzés fontosságát, rengeteg orvossal beszélgetek állandóan, meg a tévében is, és túl sokat tudok már a koleszterin szintről, a lelki eredetű megbetegedésekről, túl sokat tudok, de ezt, ezt talán egészségtudatosságra nevel. Igen, de például, ha már a transzgenerációt Igen. mondtad, lehet, hogy azt nem tudod, hogy mondjuk édesanyád mit örökölt a nagyszülőktől, a détszülőktől, az ükszülőktől, és azt hozta időskorára azt a, azt a félelmet magával, vagy szorangást. Azért bólogattuk íhevesen, mert tudom, mert megvannak nagyapám naplói, amelyben szintén 90 éves koráig élt, de az állandó depressziójáról ír. Dehát... Mert az jutott eszembe, volt a virágterész pszichológus, biztos ismerted, aki, aki másod-harmad generációs holokauszt túlélőkkel foglalkozott. Nagyon sok volt köztük olyan, aki például nem gyújtotta meg a gázt, nem ismerte a nagymamát, de nem, nyújtott, nem gyújtott otthon gáz, nem tudott azzal főzni, mert a nagyszülők gázban igen. haltak meg. Aki nem ment utcára, mert úgy vitték el a nagyszülőket, vagy a détszülőket, hogy a keletinél lekapcsolták, és bevagonrizták. Nem is ismerte őket, és hogy mégis ott van a, a sejtekben. Igen, igen, igen. Tehát visszük ezeket tovább és nem tudom, hogy a gyerekeinken, vagy az unokáinkon hogy tudunk ebben segíteni, szerintem csak azzal, hogy figyeljük őket, és, és megértjük őket, és hagyjuk őket. Ugye, hogy most itt két nagymama ül egymással szemben. De igen. Ez egy nagyon, nagyon jópofa kérdés, mert hogy egyáltalán mit engednek meg nekünk a szülők? Nagyon szigorúak. Nagyon szigorúak ugye? a szülők. Nagyon szűk. Ne nézzen tévét, ne egyen csokoládét. Ne vegyen telefont a kezébe. Igen, és semmiféle ilyen számítógép meg. Rám szólnak most. Móricz, figyelj, megnézzük a képeidet. Jó, mama, most már akkor ez elég volt. <laughs> Igen. De nem így nevelted Mátét. Ennyire szigorú voltál te is? Nem, 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 nem. Ott az anyám volt a szigorú. Tehát ő volt, aki Jobban kordában tartotta. Én én nagyon engedékeny voltam, de nagyon odaadó és támogató, mind a mai napig is, és ismerem a határokat, megismertem a határokat. És, és milyen és tiszteletben lett tartom? Márti, milyen gyerek vagy gyerek, hát már felnőtt férfi. Igen, hát 35 éves, nagyon lágy, tehát egy, egy olyan személyiség, aki nagyon érzékeny, nagyon érzelmes, vannak benne indulatok, amit az apjától örök. <laughs> és, és azt gondolom, hogy ezért úgy, úgy jó, jó, úton jár. Ő is azt gondolom, hogy, hogy ilyen hosszú távfutó alkat, tehát, hogy el kell indulni, és aztán egyre, egyre erőteljesebb lesz, amikor már, már közeledik a cél felé tehát jól csinálja, ő nagyon sokáig nem talált magára, remekül rajzolt, kosárlabdázott, nagyon magas színvonalon állandóan ültünk a Honvédban, különböző edzéseken és meccseken, vagy az ország különböző tájén. élveztem nagyon azt az időszakot is, és aztán mit csináljon, jól írt, apám is műfordító volt, ilyen kis szatirikus novellákat írt, és mindig megbeszélték, sokat beszéltek az irodalomról, ez egy nagy kapocs volt a Máté és a nagypapája között. Tehát volt benne egy csomó készség, amit kellett támogatni, nagyon jó nyelvérzéke volt, sok nyelvet is tanult, de hát mi legyen, mi legyen, először szinkron dramaturg volt az egy nagyon elzárt világ, otthon ült a számítógépvelt, és fordította a filmeket. És akkor egyszer, amikor az elmúlt kulturális csatorna indult, akkor volt egy meghallgatás, és akkor őt átvették szerkesztő riportárnak. Benne volt a -e kezed? Protekcióban. Tehát az, hogy én direkt bárkihez fordultam volna, ez soha. Az annyiban volt a segítség, hogy én tudtam egy lehetőséget, és ott a kollégáim el voltak aztán, tehát soha, tehát ami, meg is nem érné meg egy tehetségtelen embert beletuszkolni egy olyan pályára, ahol mondjuk nem lesz sikeres. Ő itt is csendben építgette magát az m a kultúra ugye ez neki egy nagyon fontos dolog az életében, és Közben kiteljesedett az operamániánk. Én az operában nőttem fel, mert egyrészt az anyám közönségszerőző volt, másrészt a középiskolás koromban végig az operában statisztáltam, tehát az összes operát, bizonyos részeit pláne kívülről tudom. És ez így ment tovább, transzgenerációs örökség, és akkor egyszer csak a, a fiam rejtés módon a leghihetetlen módon szívta magába a komoly zenei igényét, és egyáltalán az érzelmek, mert mi az opera, ott megint az érzelmek, az érzelmek áradása, a katartikus... A Ezért <Szene>. nem szeretem, mikor valaki azt mondja, hogy nem járok operába, mert én nem értem az operát. Szoktam mondani, hogy tessék szerintem érezni az operát vagy a zenét, nem kell azt érteni. Elolvassa, hogy miről szól, ha mondjuk nem hallja pontosan, és élvezze, dőjön hátra is élvezze. Kizárólag érzelmi alapon közelítem a világot. Még mielőtt visszaadnám Máténak a szót, tehát én például soha nem mennék el tárlatvezetésekre, bármennyire is nagyon jó, én a saját tempomban és a saját érzelmeim alapján nézek festményeket, filmeket, színházi előadásokat és leginkább zenét. Elolvasok mindent a adott programról, de én, én mindenben, mindenben csak az érzéseimre hallgatok, és szerintem a fiam is ilyen, de ő sokkal képzettebb zenében, annak ellenére, hogy én tanultam zenét, fuvalista voltam, zenekarban játszottam, kórusban énekeltem. Ő is tanult, de most tanulja igazán. Én olvastam valahol egy kritikáját. Igen, igen. jobban, vagy valamelyik újságban. Igen, igen, a revizor. Revizorban. És ő azt is teljesen egyedül járta ki, elkezdett írni, és most már teljesen komolyan veszik, ott ül a koncerteken, nem csak opera természetesen, de elment Bécsbe, írt a bécsieknek, filharmonikusoknak egy levelet, hogy ő újságíró, és ő szeretne egy riportot készíteni Ricardo Mutival, aki egyébként most, amikor beszélgetünk, ezen a héten fog vezényelni a műpában. És te ott ülsz majd a Ricardo Mutinál, nem? Reményeim szerint. <gül> <gül> és, de a fiam kátlástalanul azt mondom, és nagyon eltökélten megy, és megcsinálta az interjút. Azóta a legnagyobb opera, vagy azt megelőzően, a legnagyobb opera világsztárokkal mindenhol beszélgetett, a mi pátor is ugyanúgy külföldi helyszíneken, Salzburg, München, mindenhova elment, mi is, Amsterdam, Koncertgeba, tehát bejártuk valóban Európát. És, és hát ő, ő egyre jobban kiteljesedik ebben. Ha már opera, ö, tudom, hogy nagy kedvencet Kaufmann nekem is, és az utolsó Mipás koncertjén én azt vettem észre, minthogyha egy picit már a hangja elcsúszott volna. Gyönyörű pali egyébként, gyönyörű hanggal, de valami nem stimmelt. És azon gondolkodtam, hogy mondjuk egy érzelmi hullámvölgy, mert lehet, hogy az van neki, nem tudom, de kihat a hangra? Hogyne? Hogyne? Hát ugye magunkról beszélő emberekről tudjuk, hogy amikor feszült vagy, vagy rohantál, vagy a le van feszítve a hang. De én a Kaufmannnál mást figyeltem meg, ugyanis tegnap este, a Medzón, néztem végig, Me Kaufman hét van, csak jelzem a Medzón, és tegnap este a Claudia Abadó vezényletével, a berlini filharmonikusokkal, Máler darabok mentek, a dal a Földről, és a Kaufman ott állt 41 évesen. A legcsodálatosabb férfi, a legbrilliánsabb csillogó hanggal, és ez 10 éve volt. Tehát nagyon veszélyes szakmák ezek, mert azt érzem, hogy tíz év alatt picit elnehezült, és most rettenetes, hogy egy világ tenornak a magánéletével foglalkozunk, de számtalanszor láttam koncerteken legutóbb éppen Bécsben a feleségét, a pici gyereket tolták, nem is tudom, hol voltunk, a Mátéval, a Grácsban, még babakocsi, ő is most lehet, hogy azon az úton van, hogy ő most újra apuka lesz, csinos fiatal feleség, már nem, nem kell mindent beleadni, egy picit olyan nehezebb lett alkatilag, a hangja a wagner bírja, ahol nincsenek nagyon nagy magasságok, mint a Puccini-Verdi operákban. Nagyon értesz az operához. Tudod, a Sotának van a dala az a Mi minden lehettem volna. Igen. Na most, te mi minden lehettél volna? Jelmeztervező. Hát akkor nem operaénekes vagy, vagy fuvalista, <laughs> mert elsősorban arra gondoltam, ez úgy meglepett, bár tudom, hogy szépen rajzolsz. Hát ugye gyerekkoromban volt a fuvola meg a zeneiskola, ami szintén ugye Óbudához kötődött, és nagyon vicces dolgok estek meg velünk, mert mi állandóan ilyen névadó ünnepségekre jártunk szerepelni, és akkor az volt, hogy tiszteletbeli kis dobossá kellett avatni a csecsemőket, és akkor egy kék nyakkendőt között. Erre emlékszem, halára igen. Halára röhögtük. Ezt a hülyeséget igaz. egyébként. Utólag, ha visszagondolsz rá. Tehát a zene az úgy megvolt, de aztán amikor jelentkezni kellett középiskolába, akkor mivel rajzolni is nagyon szerettem, és akkor már jelmeztervező szerettem volna lenni, akkor rajztagozatos gimnáziumba kerültem a József Attilába, rajzfrancia tagozat volt, és hát folyamatosan csak a rajz ment. Na most én annyira szerettem volna jelmeztervezőni, hogy az összes regényt, amit olvastam, abba beleraktam, hogy milyen jelmezeket terveznék, ha az film lenne, vagy színházó szereplőknek. Sőt, anyámnak volt egy varrónő barátnője, és ő állandóan adott nekem maradék kis anyagokat. És akkor azokat úgy odaragasztottam, és akkor kész tervek voltak már. De aztán a rajztagozaton elvették a kedőnket, hogy tulajdonképpen mi azért annyira nem is vagyunk tehetségesek, és engem akkor még a rajztagozat előtt föl is vettek, hiszem, hogy bútor készítő szakra a képzőművészeti szakközépiskolába, de esti tagozaton kellett volna tanulnom, tehát hogy úgy gondoltam, hogy nem, hát akkor én lemondok a rajzról. Ahogy így mondod, hogy mi mindenhez értesz, meg mi mindent szerettél mi volna, minden? nem. Meg mi mindenhez nem. Ezért is nehéz a mai 20-30 éveseknek. Nekünk útunk volt tulajdonképpen érettségi, akkor gyorsan szakmát választott, egyetem, és utána mentünk valahova, és akkor egy biztos pályára rajta voltunk. Ők meg elbizonytalanodnak, hogy biztos jó, amit csinálok, akkor megpróbálom azt is. Megpróbálom ezt is. És akkor itt van 30 valahány évesen, egy új generáció, aki még mindig csak próbálkozik, mi addigra már kész szakemberek voltunk. Ami jó is, meg rossz is. Igen, meg azért azt gondolom, hogy akkor a humán érdeklődésű embereknek könnyebb volt, tehát valahogy több csatornán indulhattunk el, ma meg nehezebb, mert mi is annak a kimenetele, tehát azért ma a reál tudással szerintem többre lehet jutni. Hát informatikával biztosan, Igen. a mesterséges intelligenciás Igen, tudással Igen, biztosan. De hát ki tudja, mit hozza a jövő? Azt szokták mondani, ha ma megkérdezik, hogy mi lesz a gyerekedből, vagy mi szeretnél lenni, akkor nem mondj semmit, mert öt év múlva egy új szakma jön, amiről még nem is hallottunk. Tehát ma már nem nagyon lehet választani. Nekem azért nincs gondom az unokámmal móriccal, mert Olyan jó neve körülbelül van. egy éves kora óta dobol. Tehát bármilyen felületen dobol. Most a születésnapjára a harmadik dobfelszerelést fogja kapni, mert eddig már kettőt teljesen tönkrevert, és tegnap is nálunk volt délután, akkor az összes fém szemét kosarat fölállítom, ő leül valahová, és filctollakkal dobol, természetesen a ez igazi dobütők vannak, és lábdob meg minden. Tehát ez milyen jó, hogy már látjuk, hogy van valamilyen képessége. A fiam gitározik neki, ő figyeli, és tudja, hogy a Red Hot Chili Peppersből akkor most mikor kell a dobnak belépni. Ez tényleg fantasztikus. Az a szerencsé, hogy a Móriczka viccek már kikaptak meg. Képzeld, Móriczka lenne az iskolából, és hány, hány viccel rajta, de én most már nagyon rég hallottam ilyen viccet. Igen, ez, ez természetesen felmerült a névadás kapcsán, és a menyem, akivel nagyon jóba vagyok, és vágó, és így ismerkedtek össze a fiammal a tévében, tehát filmvágó, ő talán egy picit el is bizonytalanították ezek a Móriczka viccek, és a családjából is más nevet javasoltak. És akkor azt mondtam neki, hogy te most őszintén a saját gyerekedről van szó. Mit szeretnél neki adni? Móricz? És miért, Móricz? Mit mondott? Én nem is tudom, honnan jött ez a név, nekem nagyon tetszik. Nagyon ez jó. Egy, egyedi figura, a most a gyerek egy ilyen iszonyú vagány, szőke, kékszemű, és hogy azért a tudományt behozzam a történetünkbe, a nagyapám nagyon erőteljesen foglalkozott időskorában a genetikával. És én ezt nagyon jól megtanultam, tehát ezt nagyon szerettem a biológiát annak idején az iskolában is, és én tudományosan levezettem a menyemnek, hogy a gyereknek 25 ban kék szeme lesz, mert addig sakkoztam a felmenők szemszíneivel, és mi domináns, és mi recesz, stb. És így is lett, ezt beírtuk egy naplóba, hogy Moritz 25 ban kék szemű, és azóta ragyog a kék szeme ránk. Neked honnan a barátságot Stankai Ádámmal? Mert nem most a televízióban, hogy összeültek Nem, aha, Hát őt a születésétől ismerem. És apám és Kun Magda. Szakmai feleség, így van. Anyukája, így van. így van Ádám édesanyja. Ők együtt jártak a bölcsész karra, amit azt hiszem, hogy akkoriban Lenin intézetnek hívtak. Tehát ők, ami orosz orosz szakra jártak, és együtt is jártak. Tehát Radványi Ervin és Kun Magda. És nagyon-nagyon jó volt a barátság, akkor Magda először lőte Attilához ment hozzá, és ez azért mondhatom el, mert az Ádám is szokott erről mesélni, tehát ez nem titkos. Mindig adok neki fotókat, amikor átnézem a szüleimtől a képeket, és most is vittem neki, amikor együtt dolgoztunk, hogy nézd anyád, fürdőruhában, tereged, gyönyörű nő. <hállt> és aztán ugye hozzáment a Miskolci Nemzeti Színházban összeismerkedett Kun Magda Stankai Istvánnal, és, és, hát mi aztán, ugye így, én négy évvel vagyok idősebb az Ádámnál, és az egész gyerekkorunkat együtt töltöttük. Itt abaligeti turistaházban szilvesztereket képzelj el. Az Ádám január rögtön beleesett a tóba, millió vicces történet, tankaival, egy beragadt, sárba beragadt óvodás buszt toltak ki a szüleim, orfűn a legnagyobb esőzések idején, és akkor a gyerekek üvöltöttek, hogy hajrá, bors. Jaj, a, bors, bors a, a bors A bors Máté. És Orsi kimaradt az életedből? Tehát nem, nem. Ő hát orsi, orsi egy picit később született, és de igazából, ugye mivel egy késői gyerek, tehát Orsi, aki Fuszújka névre hallgatott, egyébként a Szanka István által, apukája által, ő, hát egy nagy, nagy szerelme volt, ugye egy fiú után Istvánnak, egy kislány, de azért nagy különbség, korkülönbség van közöttük, tehát a mi gyerekkorunk az Ádámmal színházasdi, a lakásukban volt egy ilyen dobogós szoba, és akkor ott színházost játszottunk. Akkor ezért ilyen nagy az összhang köztetek hogy a Duna TV-ben, De hát a, a szülei sajnos korábban meghaltak, az édesanyja. István pont egy idős volt az anyámmal, 36-osak, ő is egy kicsit korábban halt meg, de vele aztán végig tartottuk a kapcsolatot. Hát az biztosan tudod, hogy ezzel a Hogy volt című műsorral azért egy kultúrtörténeti feladatot látsz el. Tehát ma már nem nagyon talál az ember, hát a kereskedelmi tévékben egyáltalán. Én nagyon szeretem, mert hát részben érdekel, részben ebből élek, abból, ami, ami abból a tudásból, meg visszanézve ezeket a régi filmeket, színdarabokat. Igen, egy nagy kincs egy az csoda, archívum, igen. óriási kincs. Hihetetlen. Maguk a szereplők, akik érkeznek hozzánk, döbbennek rá, hogy ez is megvan, ez a felvétel. 12-13 évvel ezelőtt kezdte el Nagy Gyuri ezt a Emlékszem, sorozatot, igen. és ö, aztán, amikor ez elkezdődött, ugye, még a főteret csinálta korábban, és ö, Valahogy akkor rám gondolta, hogy volt nála, nagy örömömre. A főtérben nem dolgoztam még vele, és hát akkor ezt elkezdtük. És hát, és mennyire hitt a Gyuri, hogy túléli a, a betegséget? Még szerintem halál előtt nem sokkal találkoztunk, beszélgettünk. Szinte biztos volt benne. Én egy szobában voltam vele, ketten ültünk egy szobában, és amikor megoperálták, szóval hogy egy hihetetlen ember volt. Megoperálták, gyomor, eltávolítást kell ez alatt értenünk, Műtét után két nap ott áll a fénymásolónál, és a beteg papírjait másolja, hogy vigye a munkaügyi osztály. Mondom, Gyuri, mit csinálsz? <laughs> <laughs> Jó, semmit. Hát... És akkor jött, Egymással szemben ültünk, mindig kirakta a kis dobozait, ugye egy speciális étrend, és ezzel még úgy évekig el volt. A drága feleségek Kati mindig mindent megcsinálta, mindig megutatta nekem a gyuri, hogy most miket fog enni. mi akkor már ugye mindenféle kezelésre. És mikor beszéltél vele utoljára, mielőtt elment? Hát nem... Nem is tudom ezt egész pontosan, mert őt közben nyugdíjazták. Igen. És akkor egyszer csak ő nem folytatta, ahogy volt ott. És. Szóval azt gondolom, hogy ez, ez egy drámai fordulat volt az életében, és akkor szeptembertől emlékeim alapján nélküle kezdtük el. Hm. Mindig volt, hogy én hosszú éveken át egyedül voltam a műsorban, és aztán egyszer csak a Sztanka Jádámmal összekerültünk. Igen, összekerültünk. Igen, ami hát nagyon jó, mert megengedhetjük magunknak azt, hogy, hogy hivatkozzunk a gyerekkorunkra, mindig szóba kerül. Most például nagyon érdekes, mert nem csak színészek, énekesek, rendezők, hanem például egyszer készítettünk a Klampár Jónyer társaságról, Pingpong, ping és most paplaciról. És én nagyon örültem neki, mert ezért ez, számomra ez egy idegen világ. Ezt de... tudod, hogy a rakoncaiék azok paplaci rokonok? Nem. nem. Szóval ilyen unokaöcs unoka öcs vagy Nem, 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 nem. Most az unokája volt paplacinak, és Hát nagyon, nagyon érdekes volt, természetesen mivel több filmben szerepelt, így a, a nehéz kezdjükben, ahol Kun Magda, az Ádám édesanyja volt a partnere. tehát uh -huh. őt megnéztük őt most, és aztán Bodrogi Gyula érkezett, mert a Szúron, mivel Paplaci sok filmben szerepelt, így nagyon vicces, de színészként szerepelt a, a szúron, a színészválogatóban. Képzeld el, de hogy jó. én ismertem őt, és már beteg volt, ilyen időskori demenciája volt, és fönt voltam nála. És bemutatkoztam, és megfogta a kezem, és nem akarta elengedni. És na, akkor volt a baj, mert Benne volt ez az erős szorítás, és Igen. akkor a fia úgy szabadította ki a kezem, és mondta, hogy ne, ne csináljam ezt még egyszer. Tehát az erő Igen. még nagyon benne volt. És a Zsóka is beszélgettünk, ugye, aki a felesége, és milyen fantasztikus, hogy egy ilyen erős, minden értelemben erős embernek mennyire szüksége van egy ilyen társra, mint ez a bizonyos Zsóka néni. Róla is sok szó esett ebben a műsorban, hogy nem engedt el maga mellől. Én meg egy kutatást láttam utána, az amerikaiaknak Amerikában csinálták, hogy, hogy a, a, box az milyen sok esetben demenciához vezet, mert hát sérül az agy, ütik, verik Aha. az agyat, meg az amerikai foci, ez a két kutatás volt, hogy hogy azért ez nem teljesen egészséges. Mindig azt mondjuk, hogy a sport milyen egészséges, aztán lehet, hogy mégsem. Igen, de azért az a három olimpiai Érem, azért az jó. Igen, az, azért az, az jó. Szép. Nagyon szépen köszönöm Radványi Dorottyának, hogy itt volt, és gratulálok a műsorodhoz, mert szeretem. Én meg Kunzsuzsának köszönöm a megtisztelő, hogy elhívtál és eljöhettem, beszélgethettünk. Önök hétről héte csütörtökönként a Best Magazin Podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük, az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat. Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat.